Szentgyörgyi Albert magyarországi és amerikai Egyesült Államokbeli életét és munkásságát mutatja be. Az Zentai Gimnázium Hanák Karolina, Szabó Ádám és Szeles László alkotta csapatjának kisfilmje, amely nagy sikert aratott a Szegedi Tudományegyetem Szentgyörgyi Tanulmányi Verseny zsűrie körében. Nagyon fontosnak vettük, vagy véltük, hogy valójában tartsuk magunkat a filmnek a megadott címéhez, és nagyon sok figyelmet fordítottunk arra, hogy az amerikai környezetet és a magyarországi környezetét egymástól eléggé elkülönítsük, és lehet, hogy valójában a film értékelőjének ez nyerte el a tetszését. A film készítése és a versenyre való felkészülés során a fiatalok saját bevallásuk szerint maguk is közelebb kerültek Szentgyörgyi Albert alakjához. Azáltal, hogy ugye ez volt a téma, maga Szentgyörgyi Albert élete és munkássága ott Szegeden, így megtanulhattunk mindent, ami ezzel kapcsolatos volt, és hogy hogyan is fedezte fel mondjuk a C-vitamint, vagy a rákutatásokban hogyan tevékenykedett, és külön a magyarországi és az USA-i éveire is kitértünk. A szegedi vetélkedőn a versenyzők ellátogathattak a legmodernebb laboratóriumokba, illetve meghallgathatták a Nobel-díjas tudós Erik Vishaus, valamint a két neves kutató, Sahintót Miklós és Gertrude Schübach előadását is, ami óriási élményt jelentett a diákoknak. Egy ilyen rendezvény a fiatalok számára, hogyha tanulmányi pályára lépnek, nagyon nagy motivációt tud biztosítani, úgy az eredményekkel kapcsolatban, mint a jövőbeli terveikkel kapcsolatban. A Zentai Gimnázium tanulóit a versenyre tanáraik, Árokszállási Laura, Máriás Ildikó és Rózsa Sípos Mónika készítették fel, a film elkészítésében pedig Kaszás Ákos segített nekik.